Kőbányán egymástól pár száz méterre áll két nevezetes épület, a Szent László templom és a Szent László gimnázium. Az egyikről sokan tudják, hogy Lechner Ödön tervezte, de a másikról valószínűleg jóval kevesebben, hogy öregkorában ennek a tervezésében is részt vett. Tehát Kőbánya egy nagyon ismert és egy alig ismert Lechner épület. Tudni kell, hogy az érett korba lépő Lechner kegyvesztett építész lett. Ma már az Iparművészeti Múzeumot a magyar szecesszió leghíresebb épületének tartjuk, de a századforduló után Lechner már nem nyert pályázatot, nem kapott központi megbízást, legutolsó tervezése a budapesti Rezső térre szánt Ferenc József emléktemplom pályázatára készült, de a kupolás terv nem tetszett a templomépítő matróna Izabella főhercegnőnek. A szecesszió a millenniumi hivatalos kultúrpolitikának sem tetszett különösebben, a nagy építészeti pályázatokat pedig a historista, konzervatív építészmogulok, tehát Alpár, Steidl és Hausmann nyerték és uralták. Lechner 1914-es temetésén viszont a halottas kocsi előtt művészek és fiatal követői kísérték fáklyákkal egészen a Kerepesi úti sírkertig. A hivatalos körökben kegyvesztett lett, de saját tábora volt az őt tisztelő ifjú építészekből. Haladjuk vissza az időben, 1896-ban készült el a zsolnai kerámiákkal felékszerezett Iparművészeti Múzeum, és ekkor már folyt ennek a kőbányai templomnak a tervezése, építése is, természetesen itt is zsolnaikkal. És ha már kerámia, akkor Lechner Ödön és Zsolnai Vilmos párosa, Zubrecki Dávid, az Urbanista blog szerzője szerint nagyjából olyan páros volt, mint Bereményi Gézai és Cseh Tamásé, hogy sokat dolgoztak külön, de még többet dolgoztak együtt. A fővárosi mérnöki hivatal 1891-ben bízta meg az akkor Kőbányán lakó Lechner Ödönt a templom tervezéssel. Ez sem ment könnyen. Ő egy grandiózus és bizáncias tervet akart, a megrendelő óriás kupola helyett viszont égbetörő francia neogótikus templomot. Kompromisszumként Lechner egyedi toronysisakokkal próbálkozott. A megrendelő az időbeli csúszás miatt már elvette volna a tervezést, és kivédte meg Lechnert 100 másik művész mellett a későbbi rivális, Alpár Ignác. A templom végül 1897-ben készült el, és ekkor már Lechner egy korábbi tanítványával, bizonyos Vágó Józseffel dolgozott együtt, akivel aztán később, 15 évvel később közösen tervezték a mai másik főszereplőnket, a Szent László gimnázium épületét. Vágó egyetemi tanára Lechner volt, előtte első munkahadója viszont Alpár Ignác, igen, a rivális. Amikor 1902-ben főnöke szakmai vitába keveredett Lechnerrel, Vágó inkább otthagyta Alpárt, és nem csak munkatársként segítette az idős, a nagy megbízásoktól már elzárt mestert. Lakást szerzett neki a Gutenberg házban, ez egyébként a Vágó testvérek által tervezett híres ház a Gutenberg téren, ma is áll. Halála után Vágó még mesterek kávéházi adósságait is rendezte. A zsolnairól már beszéltünk, a mozaikok és az ablakdiszek Roth Miksa műhelyében készültek. A II. Világháború során ezek pusztultak el legelőször. A németek a tornyot kilövő állásként használták, utánuk a szovjetek az épületet lóistálónak. A szponzorok már akkor is léteztek, és a templom építését nem csak a főváros támogatta, hanem magánszponzorok is, például a kőbányai sörkirály Dréher Antal is, akinek külön emléktáblája jelzi ezt az egyik mellékoltárnál. 1997 előtt több mint 20 éven át állt felállványozva a templom. A halálának 100. évfordulóján aztán szobrot állítottak Lechnernek a templom előtt. A templom pontos mása egyébként az USA-ban is áll, a keleti parton lévő Connecticut állambeli South Norwalk településén magyar migránsoknak köszönhetően. Az 1910-es évek első felében
Vágó József hajdani mestere Lechner mellett dolgozott egészen annak 1914-es haláláig, de így lett még utolsó közös munkájuk a kőbányai gimnázium épülete. A kiegyezést követő gazdasági fellendülés Kőbányán is komoly fejlődést hozott. Gyárak telepedtek meg, sorra költöztek a környékre az itt dolgozók, iskolák, templomok épültek. A helyi gimnázium létrehozásáért évtizedekig lobbiztak, de csak 1914-re jött össze, ennek idén 109 éve. Végül is nem tudni, hogy Lechner mit tervezett ezen az épületen, mert a tervek elpusztultak, elvesztek, de az biztos, hogy a halála után Vágó József folytatta a munkát, és következetesen fel is tüntette Lechnert, mint alkotótársat. Az épület leginkább a Wiener Werkstatt és az osztrák József Hoffmann stílusát követi, de Vágó a díszítésben megtartotta, tovább vitte Lechner magyaros szecessziós irányzatát. A homlokzat leghangsúlyosabb része a soktengelyes bejárati sarok, egyiptomi a szecessziós típusú oszlopokkal, innen lehet bejutni az előtérbe, majd ide az aulába, a gazdagon díszített aulába. A tantermek a belső udvar felé néznek, nem az utca forgalma felé, és érdemes megfigyelni a padló és a mennyezet ismétlődő mintázatait. A gimnázium 1921-ben vette fel Szent László király nevét. A II. Világháború idején előbb ide a német csapatok költöztek be, aztán az iskolát lebombázták, a berendezés nagy része megsemmisült. Aztán jött a Vörös Hadsereg, és a gimnázium földszintjén automotorjavító műhelyt rendeztek be. A berendezés egyébként, a belső berendezés teljesen elpusztult, egy kivétellel az igazgatói szoba berendezése szerencsére megmaradt, ezzel a nagyon szép, egyébként körtefából készült bútorral. Lechner 1914-ben halt meg, Vágó József pedig a tanácsköztársaság idején az építészeti direktórium vezetője volt, ezért emigrált. De ez innen már egy másik történet. Támogass minket a Patreonon!